Maga az ügyeleti központ itt a volt BM-klub helyén kerül kialakításra, mint egy nettó 190 millió forintból. Ács Rezső Szekszárd polgármestere az építkezés helyszínén az Ybl Miklós utcában jelentette be, hogy folytatódik az ügyeleti központ és az orvosi rendelők építése. Az 1700 négyzetméteres irodaház földszintjén a központi ügyeleti helyiségek mellett házi orvosi rendelő kap helyet, az emeleten a védőnői szolgálatot helyezik majd el. A városvezető azt mondta, erre az ügyeleti központra, valamint az orvosi rendelőkre nagy szükség van a városban, hiszen a rendelő 4700 beteg ellátását teszi majd jobbá. Ezért is döntött úgy, hogy folytatják a beruházásokat, amiket korábban az Éjjel-Szekszárd frakció többségi szavazataival felfüggesztett a közgyűlés. Én azt várom, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció és a gazdasági bizottság, amely tulajdonképpen most nem döntéshozó szerv, és csak Éjjel-Szekszárdos képviselőkből áll, lassan túllép azon, hogy ötletelgetnek, meggondoljuk, egyik tagjuk ezt akarja, másik azt akarja. A döntés felelőssége az enyém, és ennek megfelelően, hogy maga a beruházáshoz mehessen tovább és megvalósulhasson a megígért határidőre, meghoztam azt a döntést, hogy folytatjuk ezt a projektet. Nem csak az Ybl Miklós utcában, hanem a Szabó Dezső utcában is folyik az orvosi rendelő kialakítása. A két helyszínen összesen 50 szekszárdi munkavállaló dolgozik. Ács Rezső kihangsúlyozta, a város a jövőben is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy lehetőleg helyi vállalkozások valósítsák meg a beruházásokat, hiszen a munkahelyek megőrzése manapság létfontosságú. Zsobrák Róbert, az építkezést vezető cég vezetője azt mondta, a koronavírus járvány miatt 2-3 fős brigádokat alakítottak ki, hogy többen ne tartózkodjanak egy helyszínen, és egyéb óvintézkedéseket is megtettek a dolgozók egészségének védelme érdekében. Az Ybl Miklós utcában a bontási munkákat elvégezték, jelenleg a gépészeti munkákat szervezik. Gépészeti alapvezetékek munkáinak a feltárásával foglalkozunk, és próbáljuk a gépészeti alapvezetékeknek a helyét előkészíteni. A beruházást várhatóan januárban adják majd át.